Édes virágillat lengibe ezt a helyi virágboltot a férfiak nagy örömére, hiszen ma nőnap van, és minden férfinak vannak számára fontos női ismerősei, családtagjai, akiket ezen a napon virággal szeretnének felköszönteni. Sokan azonban az utolsó napra hagyták a virágvásárlást, ezért rohan volt ma a virágboltban. A virágüzletekben sokkal nagyobb a forgalom nőnap alkalmával, már előtt egy héttel készülődünk ugye folyamatosan jöttek a virágok, hosszított nyitvatartással voltunk a mai napon nyitva, már reggel 5 órakor mi jöttünk ugye dolgozni, és késő estig maradunk. A tulajdonostól azt is megtudtuk, hogy nem csak az erősebbik nem tagjai fordultak meg szép számban a mai napon, hanem nők is, hiszen a legkényelmesebb férfiak a feleségüket küldték el saját maguknak megvenni a virágot. Igazából a kilincset adták egymásnak a fiúk, férfiak, de voltak azért hölgyek is, mert ugye sokan elküldik a feleségüket, barátnőiket, hogy vegyenek virágot. A virágból tulajdonos azt is megosztotta velünk, hogy milyen virágokat vásároltak leginkább nőnapra legfőképpen a szálasvirágok a jellemzőbb, meg azokból is adtunk el most a legtöbbet, ezen belül inkább a szegfű tulipán, ugye, amiket visznek szomszédnak, kolléganőnek, rokonoknak, és akkor feleségnek, édesanyának, meg inkább nagyobb csokrokat. Vagy cserepes virágot, amiből legfőképpen játszintot adtunk el nagyon sokat, és egy pár darab nagy cserepesvirágot virágot is azért adtunk el. Megkérdeztünk egy helyi fiatalembert, hogy ő milyen virággal szokott készülni szeretteinek nőnap alkalmából. A páromnak rózsacsokorral szoktam, anyukámnak tulipánnal, mert az a kedvenc virága, nagyszülőknek pedig egy kis évelő növénye. Kedves ünnep a nőnap! A virágbolti nagy forgalom azt bizonyítja, hogy a karcagi férfiak nagyon figyelmesek, igyekeznek, hogy megemlékezzenek róla legalább egy szál virággal. Aki azonban nem szereti a sorban állást, vagy aki a párját küldeni el virágot venni ezen a napon, jobban teszi, ha jövőre korábban gondoskodik a virágok beszerzéséről.